kolconai szokás az híve most is megkérdezi, hogy ha lelépek, akkor ugyan tessék mondani, tus jár érte, vagy még szabad? Szabad, le is lép. Védett. Ez az, amiről beszélek, hogy pontosan tudta, hogy mit akar csinálni. Kiugratni Armenberget, hogy az támadjon, és kivédeni, majd visszaszúrni. A védéssel késett el. 3-3. Együttes. 4-4. Kolconai ismét hátraállt, és egy méternyire van a pást végétől. Kisé beszorult, és Armenberg nagyon közelre, nagyon rájött a nyakára. Tűzzel játszik Kolconai. Lelép. Ez a lelépés, ez kettős célt is szolgál, az elsőt is a legfontosabbat, hogy ilyenkor lélegzetvételnyi szünethez jut az ember. És ott leszorítva a vonalra nagyon-nagyon keményen kell ott figyelni. Együttes. Úgy látszik, ma Kolconainak ilyen együttes napja van. Ha erre egy tiszta találat jön még hozzá javára, akkor nincs is vele semmi baj. Sajnos, meggondolatlanul indult el, úgy érzem. Kicsit hamarabb, mint kellett volna, nem dolgozta ki eléggé. És így ezt a csörtét 5-5 után 6-5-re, ebből 5-5-öt írnak föl, és a győzelmet jelzik. Elveszítette Kolconai, nézzük csak a lassításban. Ezzel aztán a táblán az a helyzet, hogy Armenbergnek most már 2 győzelme van, Popának nincs győzelme, Ribu az előbb győzött, neki 1 győzelme van, Kolconainak pedig 1 győzelme, 1 veresége. Edling és Mozsejev, amint a táblán is látják, ő győzelem nélkül áll. Kolconai lelépett, most majd 2 méterről folytatja. Még mindig hátra. És ahogy hátra mozdult, Edling ebbe belemozdult előre, Kolconai alulról megszúrta, győzött. 5-1-re győzött Kolconai. Így tehát az olimpiai bajnoki cím a svéd Armenbergé, Johan Armenbergé. Az ezüstérem pedig Kolconaié.